Ez a mostani videó a magas vérnyomás hatékony gyors csökkentéséről fog szólni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ha megnézzük, hogy melyek az inzulin rezisztencia, tehát a magas inzulin szint következményei, azok teljesen egybecsengnek a magas vérnyomást kialakító feltételekkel. Az inzulin rezisztencia következtében megvastagodnak az erek, a nátriumot a szervezetünk visszatartja, és csökken a kálium szintünk többek között. A magas vérnyomás elsődleges és legfőbb oka az éveken át, évtizedeken át tartó magas szénhidrát bevitel, melyhez társul az alacsony, kevés zöldségfogyasztás. A vérnyomásunk csökkentéséhez kulcsfontosságú a szénhidrát bevitelünk csökkentése, tehát cukor és minden, ami cukorrá alakul, mint a gabonaételek, tészták, kenyerek, sütemények, stb. A második fontos teendő pedig a rendszeres bőjtölés, ami egyébként már önmagában is vérnyomás csökkentő. Próbáljuk ki például az időszakos bőjtölést, adott napokon ne együnk és ne együnk semmit, max csak vizet, kora délutánig, majd ahogy egyre jobban hozzászokunk, toljuk ki az első napi étkezést késő délutánra vagy estére. Minél többször bőjtölünk, annál több időt hagyunk a szervezetünk számára, hogy a hibákat javítsa, mivel nem kell az emésztéssel, az ételek feldolgozásával foglalkoznia. Minden magas vérnyomás hátterében ott van az alacsony D-vitamin és kálium szint. Más szóval nem igazán alakulhat ki magas vérnyomás, ha áll rendelkezésre elegendő D-vitamin és kálium a szervezetünkben. A kálium hiányt súlyosbítja az inzulin rezisztencia, tehát az első pontban taglalt állapot. Ha alacsony a kálium szint, nagy valószínűséggel alacsony a magnézium is, ami ugye szintén hozzájárul a magas vérnyomás kialakulásához. Káliumot, illetve a káliumot megtámogató magnéziumot is, elsősorban zöldszínű zöldségekből, vagy más néven keresztesvirágú zöldségekből tudjuk bevinni napi rendszerességgel. Leveleskel, mángolt, pákcsoly, sóska, rukkola, céklazöldje, római saláta nagy mennyiségben. Ideális minden nap egy jó nagy tállal nyersen elfogyasztva valamelyikből vagy vegyesen. A napi kálium és magnézium adagunkat kiegészítjük kálium-magnézium tartalmú italporokkal is, ha nem tudunk ugye minden nap elegendő zöldet bevinni, illetve mikroalgákkal. A mikroalgák, spirulina, klorella, kelp lényegében sűrített zöldségek, a zöldségek erejét, tápanyagtartalmát koncentráltan tartalmazzák. A D-vitaminnak komoly vérnyomás csökkentő hatása van, és elsősorban a napon töltött idővel ugye tudjuk növelni a szintjét a testünkben. Régóta fennálló magas vérnyomás esetén célszerű D-vitamin tartalmú készítményt is szedni, illetve K2 vitamint mellé. A D-vitaminból akár napi 20 000 nemzetközi egységet is be lehet vinni naponta, ami mellé 200 mikrogram K2 vitamint szedjünk. A D-vitamin és a kálium hiányának vérnyomás növelő hatását tovább fokozza az alacsony cinkszint is. A cinkről készítettem korábban egy videót, amit itt megtekinthető. A következő elengedhetetlen étel a vérnyomás csökkentéséhez a fokhagyma és a fokhagymából készült kivonatok, készítmények. A fokhagyma legfőbb hatóanyaga az allicin, amely vegyület képes nyugtatni az érfalakat, növelni a nitrogénoxid szintet, illetve csökkenti a gyulladásokat az erekben, és mindezt mellékhatások nélkül. Ha a nyers fokhagymából a maximális hatóanyagot akarjuk bevinni, kinyerni, préseljük össze, vagy nyomjuk össze, és kb. 15 perces várakozási idő után fogyasszuk el. Létezik érlelt fokhagymapor is, melynek hatóanyag tartalma valamennyivel magasabb, mint a sima nyers fokhagymáé. És végezetül a polifenolok bevitele elengedhetetlen, ha hosszú távon normális vérnyomást szeretnénk fenntartani. Polifenolok, flavonoidok elsősorban a zöldségekben és a gyümölcsökben találhatók meg, de ha már van kialakult magas vérnyomásunk, ajánlott egy ideig koncentrált formában is alkalmazni őket. Először is sok flavonoid vegyület van a bogyós gyümölcsökben, mint áfonya, málna, szeder, berkenye, a gránátalmában és a belőle készült gránátalmalében, illetve a már említett zöldszínű zöldségekben is. Az olajfalevél fő hatóanyag az oleuropein egy igen hatékony gyulladást csökkentő polifenol vegyület, növeli a nitrogénoxid szintet, ami az erek tágulását jelenti, így ezzel a vérnyomás csökkenését,
továbbá LDL koleszterin és triglicerid csökkentő hatása is van, ami pedig hosszú távon csökkenti a vérnyomás növekedés esélyeit. A szőlőmagörlemény segít az érfalakat rugalmasabbá tenni, minél merevebbek az erek, annál inkább nő a vérnyomás. Az egyik leghatékonyabb vérnyomás csökkentő pedig a hibiszkusz, és ami ugye nem elhanyagolható, mellékhatások nélkül végzi a dolgát. A hibiszkusz egy gyönyörű virág, melynek ihatjuk a teáját, és fogyaszthatjuk a belőle készült kivonatokat is kapszula formában. A hibiszkusz virága olyan különleges antocianinokat tartalmaz, amelyek ACE gátlóként hatnak, tehát ugyanaz a hatásmechanizmusuk, mint a legfőbb vérnyomás csökkentő gyógyszereknek. A hibiszkusszal kapcsolatban fontos azt tudni, hogy vízhajtó hatása van, tehát nem biztos, hogy előnyös, ha vízhajtó gyógyszereket is szedünk, ezért érdemes az orvossal is egyeztetni. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.